reggeli személy. Kovalcsik Tamás, választási földrajz szakértő, üdvözöllek, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm. először az jutott eszembe, hogy a választási földrajz, az egy tudományág már? Mondhatjuk annak gyakorlatilag? Hát ki, egy, egy, egy szakterület a, mm -hmm. a társadalom földrajzon belül lényegében, és a politika tudományhoz azért nagy részt kapcsolódik, sok esetben használja a hmm. fogalmai, de, de azért én annak tekintem, hogy a társadalom földrajzi alapfogalmakkal. Honnan jönnek ide kutatók a politológia irányából, vagy a szociológia irányából, vagy honnan? Alapvetően én a geográfia irányából uh -huh. jövök, tehát én, én még az alapképzésemet geoinformatikusként műholdképeket elemezve végeztem el, aztán, aztán valahogy a politika az, az, az elcsábított. Szerintem az a módszert, amit, amit, mi végzünk, választási földrajz, azt sokkal inkább földrajzosok végzik, de, de amúgy politika, tudomány és szociológia irányából is ismerek olyanokat, akik amúgy választási földrajzal foglalkoznak. Próbáljuk meg definiálni, hogy mi a választási földrajz. Mondjuk a választást értjük belőle, hogy mivel foglalkozik a választási földrajz. A választási földrajz lényegében kettő részével foglalkozik a választásnak, mint ahogy általában mindennel, csak ezeknek a térbeli aspektusai foglalkozik. Tehát ugye a választásnak a mechanizmusát azt le lehet fordítani arra, hogy vannak a választópolgárok, akik szavazóvá válnak, egy részt, tehát mm. ugye választási részvétel, és ugye a választási földrajz ebben a lépésben azzal foglalkozik, hogy kik mennek el választani, hol mennek el többen választani, hol mennek el kevesebben, és ezt milyen társadalmi indikátorok határozzák meg, és ez a földrajzi térben ez hogy néz ki. Aztán ugye van az, hogy amikor szavazóvá válunk, akkor el is döntjük, hogy kire szavazunk, melyik jelöltre, melyik pártra, és hogy ez is térben rendkívüli módon eltér, és ez is, ezt is vizsgálják a választási földrajzosok, ugye a szociológusok vagy a politikatudósok, inkább azt, hogy a társadalomban meglévő törésvonalak mentén hogyan, hogyan hasad a társadalom, mi, mi viszont ennek a földrajzi térbeli dimenzióját is szoktuk vizsgálni. És akkor, és akkor van az, ami, ami ugye a választási rendszerek, vannak bizonyos olyan választási rendszerek, amikben a földrajz az rendkívül nagy szerepet játszik, ugye ahol választókerületekből választják meg a képviselők vagy egészét, mm -hmm. vagy, vagy teljes részét. Úgyhogy ezzel a, ezzel a három aspektusával szokott foglalkoznia. Láttam most a Révai Lexikon mellékletében egy 1890-es évek végéről származó térképet, melyen bemutatja a térkép, hogy hol, a, mi, hol, van a hülyék legnagyobb aránya Magyarországon. Akkor a hülye még egy szakkifejezés volt, tehát a hülyék gyakoriságát kimutatták. Nagyon érdekes egybeesések vannak a mostani társadalmi eloszlással egyébként, hogy hol voltak legsűrűbben hülyék. Ezek nehezen változnak, gondolom, tehát egy ország területén belül, de, de hát ezen nyilván nem foglalkozik a választási földre, ez, mert már nincsenek hülyék, vagy hogy vannak hülyék, csak nem úgy hívjuk őket, de hogy, de hogy, de körzetek vannak, és hogy én, a, én azzal nyitottam, hogy persze ezt meg lehet csinálni úgy, hogy tényleg tökéletes legyen, hogy mindenhol ugyanannyit érjen egy ember szavazata, ez mindig változzon, folyamatosan figyelve a trendeket, a költözést, jövésmenés, szaporodási dolgokat, na de hát kinek az érdeke ez? Ugye a hatalmon lévőknek nem érdeke, hisz ők direkt azért torzították ezt a maguk képére, hogy könnyebben nyerjék a választásokat, az ellenzékiek pedig azt akarnák, hogy a hatalomra kerülnek, hogy feléjük torzuljon egy picit. A lakosságban, meg nem fogalmazódik meg ilyen tömeges igény, hogy már pedig ők igenis egy, egy, egy nagyon jól felépített, kiegyensúlyozott, tudományos alapon álló választási, földrajzot szeretnének. Tehát igazából, és ez, ez járt a fel, hogy a kutatókon kívül, ha érdekel is az embereket, engem például nagyon érdekel, de nagyon kevés emberben van egy ilyen belső kényszer, hogy ezen változtasson. again. De ez a helyzet, amit, amit most mm. leírtál, ez egy, ez egy elkeserítő helyzet, mm. hogy, hogy, a, hogy a politikusokat csak is kizárólag ilyen politika animáként tudjuk elképzelni. És, és nem mondom azt, hogy amúgy a jelenlegi politikai szintéren mondjuk mondjuk nem ez a logika vezet nagyon-nagyon sok politikai szereplőt, csak hogy, csak hogy tényleg van az az érzet a magyar társadalomban, hogy semmilyen más politikai szereplőt nem tudunk elképzelni, mint az, hogy kizárólag a saját érdekeinek megfelelően húzza meg a választókerületi határokat. És és, nem fel, és, és, nem az motiválja, hogy mondjuk az a választás, az egy legitim választás legyen, amiben őt megválasztják, és ezáltal egy olyan felhatalmazást kapjon, amivel, amivel ténylegesen a politikai hatalmát tudja gyakorolni. Mert hogyha egy illegitim választási rendszerben kapja meg valamely politikai szereplő a, a hatalmat, akkor azzal kevésbé is tud szerintem abban a politikai térben mozogni. Tehát én azt gondolom, hogy a politikai szereplőknek, hogyha nagy a big picture-t nézzük, a Ugyan. nagy képet nézzük, akkor jól felfogott érdekük lenne az, hogy hogy, hogy amúgy egy teljesen szabályos és arányos választási rendszer legyen. És amúgy van egy olyan könyv, ami. 1990-es rendszerváltozásoknak a, a választási rendszereit uh -huh. vizsgálja, hogy hogyan alakították ki ezeket a ezeket a választási rendszereket, és nagyon-nagyon érdekes különbséget figyel, figyeltem meg a magyar, illetve az összes többi posztszocialista országban. A magyar rendszert azt, azt nagyon sok esetben úgy alakították ki még annó 1990-ben, hogy meg. 89, 89, megjeljön. igen, hogy hogy kinek az érdeke hogyan ne engedjük vissza a kommunistákat a hatalomba meg és a többi országnál így elolvast a lengyel a balti államok akár románia is ezek valahogy nem voltak ennyire előtérben hanem, hanem olyan Politikai diskurzusok voltak, hogy melyik választási rendszer gyakorolná jobban a demokratikus alapelveket például. Vagy, vagy a plurális, vagy a, vagy a népszuverenitásnak az elve érvényesüljön jobban, mert hogy amúgy ez a kettő valamennyire azért üti egymást, és különböző választási rendszerek azok, amik, amik ezeket jobban tudják szolgálni ezeket a demokratikus alapelveket. Tehát, hogy ilyen, ilyen diskurzusok voltak ezekben, a, ezekben az országokban, amikor kialakították a választási rendszereket, Valahogy Magyarországon e, nekünk van ez berögződve, hogy amúgy kikinek az érdeke, meg hogyan ne engedjünk vissza valakit a hatalomba. Holott úgy emlékszünk rá, legalábbis akik emlékeznek rá, hogy milyen magas szintű diskurzus zajlott akkor akár kormánypárt és ellenzék között hogy mennyire más volt az alaphang, hogy az alaphangulat mennyire más volt, hogy nem valóban azt feltételezem egyébként, mondjuk például antal Józsefről, hogy igen, neki fontos lehetett az, hogy a hatalma legitim legyen, és ne olyan kvázi szürkezónás legitim, aztán hozzuk össze valahogy, aztán majd úgy is majd, a, majd az újságok elintézik alapban, tehát mindezt feltételezve róla meglepő, hogy mégis már a kezdet-kezdetén a, 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 az original szín ott volt, hogy tehát már, már akkor, akkor hibás volt a rendszer. Vagy hibás volt a rendszer, vagy csak fú, furcsán, kicsit torz még akkor? Hát például arról az aránytalanságról, amiről például a, a legutóbbi e, Telex cikkünkben is beszámoltunk, az, a, az, az aránytalanság az sokszorosan volt meg az 1990-es rendszerben. Tehát javult a rendszer tulajdonképpen azóta, vagy, vagy a változások egy része legalább nem a romlás felé hatott? Vannak olyan részei, mm. amik nem a romlás felé hatottak. Gondoljunk bele abba, hogy 1990-ben már akkor két és félszer nagyobb volt egy budapesti kerület, mint a veszprémi kerület, tehát mm. Budapest belvárosában két és feled annyit ért egy szavazat, mint mondjuk a veszprémi kettes választókerületben. Hát három ember szavazat, tettek ki egy veszprémi szavazat. Hát, tehát úgy, nagy, nagyjából súly. Igen, egy, igen, igen, igen. És ez nem hogy um, csak kent volna, hanem még nőtt is ez a tehát 2,25-ről 2,75-re nőtt ez 2010-re. Ugyanúgy Veszprémi volt a legalacsonyabb lakónépességű, de felzárkozott hozzá Budapestnek az agglomerációja, tehát ott, ott volt egy elég nagyfokú aránytalanság. Itt, itt tényleg majdnem háromszoros volt még, még mm. nagyobb mértékben. És ezt a 2011 évi választóégi törvény arányosította. Nyilvánvalóan a Va, voltak olyan részei a választójogi törvénynek, a két fordulóról egy fordulóra, vagy akár a győztes kompenzáció intézménye, amik, amik valamennyire torzították a rendszer, de speciál például maguk a választókerületi határok, amikkel ugye mi is foglalkozunk, azok én azt gondolom, hogy sokkal arányosabbak lettek, de azt a kitételt azért még hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy az előző rendszer sokkal aránytalanabb volt, és 2022 előtt meg is kérdezték az egyik kormányi Fongujás Gergelyt, hogy amúgy, hogy amúgy szeretnék-e az amúgy törvénytelen választókerületi rendszert megváltoztatni, még a választások előtt, akkor azt mondta, hogy de hát sokkal kevésbé aránytalan, mint, mint az előző volt. Ez, ez tényszerűen igaz. Viszont hogyha megnézzük, hogy mennyire függ össze ez az aránytalanság az egyes pártoknak a támogatottságával, akkor az előző rendszerben nem volt összefüggés, tehát egyik oh. egyik, tehát sokkal aránytalanabb volt, csak senkit nem hozott pozícióba. Ez egy tendenciózus aránytalanság, ami most van, akkor ez szerint. Hát ez... Strat stratégiai aránytalanság. Igen. Igen, stratégiai. Ö ez, amikor egyik nagyon fontos, hogy a hallgatók számára mondom, hogy amikor a választó nagyságáról beszélünk, akkor nem a területi nagyságokról beszélünk, hisz pont ez a lényeg, hogy az lenne a normális, hogyha akkor a területet kerítenénk be egy, egy, választási kerületnek, azon azonos számú lakos van. Igen. Ez azért nem tűnik annyira bonyolult feladatnak. Nem tűnik annyira bonyolultnak, de de sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt az ember képzelné. Hmm. Én is amikor először, amúgy 2013-14 környékén kezdtem el a választókerületekkel foglalkozni, akkor még alapképzéses diákként, geográfus hallgatóként Szegeden, akkor, akkor úgy voltam vele, ó, hát ez mennyire manipulált, hogy húzhatták meg így, és akkor elkezdtem ilyen alternatív választókerületi beosztást hmm. csinálni. Csinálni, hogy hogy lehetne ezt igazságosabban, vagy jobban, mm -hmm. vagy tudományosabb alapon megcsinálni, és hát nem volt egyszerű dolgom. Tehát nem, egyáltalán nem egyszerű választok a, bökkenő? Ott a bökkenő, hogy, hogy választókerületi határ, hogyha áthág egy, egy már meglévő természetes egységet, tehát hogyha mondjuk közigazgatási, kettés, közigazgatási határt, ah, határ, pontosan, akkor, akkor az akkor az nem feltétlenül jó, hogy a, mondjuk a, egy falunak a, az utcának az egyik oldala az egyik választókerülethez tartozik, a másik oldala meg egy másik választókerülethez tartozik, és, és akkor ugye már megvannak településeink, amiket lényegében csak csoportosítani kell, és akkor hogyan alakítasz ki, egyenlő számú választókerületeket, úgy, hogy te csak csoportosíthatsz, és nem csak Aha, bárhova érte. húzhatod a határt. Igen. És hogyha ezeket a településeket csoportosítanod kell, akkor nem kéne, hogy ilyen nagyon-nagyon bizarr alakú választókerületek jöjjenek ki, ami például az Egyesült Államokban van. Ott tényleg ilyen, ami ugye a gerrymandering arról kapta a nevét, oh, hogy, ilyen, hogy ilyen, igen, ilyen szalamandra alakú, vagy ilyen sárkány alakú választókerületet alakítottak ki még az 1840-es években, és, és ez által ugye összekötve két olyan területegységet, ami, aminek amúgy földrajzilag semmi köze nem volt egymáshoz, egy kis, kis mm. sávon és de, de amúgy arányos volt, tehát hogy, tehát hogy amúgy a népessége nem volt. Ez ugye izgalmas, eltér. mert ehhez ismerni kell az ott élőknek szavazati szándékát, Pontosan. hogy ez ez a manipuláció létrejöjjön. Tudnunk kell, hogy ott egyébként, ha azt egybe hagynánk ezt a tömböt, akkor mit tudom én. Mert hogy ugye a szavazatszám borzasztó fontos, tehát ott mm. van száz ember, és tudjuk, hogy, hogy 98 az X-re szavaz mm. és 2 az Y-ra, akkor rájövünk, hogy nekünk elég, de hat ember, hisz az is megveri a kettőt, és sokkal egyszerűbb azt a többet, meg áttesszük máshova, ahol rosszabbul állunk, tehát ebből áll ez a manipuláció gyakorlatilag. Igen, és ráadásul ez sem annyira egyszerű, hát mert, az eh, mert, eh, mert ugye ehhez ismernünk kellene a jövőbeli választásoknak az eredményeit, hm. ami annak ismeretében, hogyha nem változik a választói magatartás jelentősen, akkor akkor könnyű. Például Egyesült Államokban azért vannak ilyen, ilyen nagy politikai tömbök, hogy, hát Kalifornia az nagy valószínűséggel demokrata, és a, a, a középállamok azok, azok, meg nagy valószínűséggel republikánusok maradnak, de, de például azért Magyarországon nem ennyire egyértelmű a helyzet, ráadásul nagyon jelentős változás következett be az utóbbi, hát úgy, úgy kb. tíz évente azért jelentős változások mennek végbe a választói magatartást térben. Hát azért ez azért az Egyesült Államokban is azért, hát mi történik? Hát a feketék Trumpra szavaznak. Egészen döbbenetes azért, mert mondjuk például az egész abszurd, ugye, uh -huh. ilyen ügyek miatt, hogy a Kamala Harris, az például nagyon sok, nem tudom, fel is sorolták, hány embert ítéltem például drogbirtoklásért, uh -huh. ami hát azt álljunk már meg, akkor tehát ez a, ilyen finomságok is tudnak, ilyen nagyon, Elon Musk lett, republikánus lett, agyam megáll, mondjuk ezt be, mondjuk várható volt, de összenő, ami összetartozik, jelezném. De hogy ott is, még ott is vannak elég igen, ráadásul, és akkor most egy kicsit odakanyarodva, hogy ugye az a képél bennünk, hogy ott Texas az piros állam, és mindig, is. mindig republikánus. Hát azért a legutóbbi választási eredményeket, hogyha megnézzük, akkor azért nem feltétlenül az idei választásra, de szerintem pár választás múlva, akár négy-hat éven belül, szerintem az egy billegű körzeté fog válni. Vannak olyan választókerületei Texas államnak, ahol 90-10 arányban győz demokrata jelölt, ezek a mm. nagyvárosok, Houston, Dallas, mm -hmm. tehát ezekben, és és ugye mivel ott nagy népesség tömörül, nagy szavazótábor, ezáltal az ő szavazatuk azért nagy súlyjal van jelen a teljes államnak a, a szavazat számában. Ez a bevándorlók szavazataival változott ennyire, vagy vagy egy, egy természetes folyamat az amerikai társadalomon belül ez a folyamat? az az teljesen természetes folyamat, hogy a városvidék ellentét az, az, az egyre növekszik, és ugye Texas sem úgy képzeljük el, hogy, hogy mindenki vidéki, és akkor mindenki a. Bizonyos a értelem, de igen, bizonyos de de a New york szerint, de értem, a, igen. Igen, igen, igen. Ö, igen. Engem is most legutóbb felhívott egy közvéleménykutató, bocsánat a kitételért, de, de, és, és megkérdezte, hogy, hogy Budapesten élek, vagy vidéken. Én erre azt mondtam, hogy egyik sem, mert hogy én amúgy Szegeden élek, amit én nem tekintek vidéknek, mert hát. megye székhely. Hát. Úgyhogy, úgy, igen, minden relatív. Miskolc is vidék. De kell, de el kell viselnünk. Szeged is az. Igen. ez tényleg érdekes kérdés. Ja. Hogy viszont, viszont, a városvidék ellentét az, 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 Egyesült Államokban is rendkívül jelentős, és az tényleg egy természetes folyamat, hogy amúgy Texas egy rendkívül gazdag állam, és, és, nem csak az olajból, meg nem csak az ilyen alacsonyabb hozzáadott értékű munka, munkahelyek miatt, hanem a nagyvárosok, azok tényleg hogy elképesztő, hozzáadott értékű, elképesztően gazdag és, és nagy, nagy cégek otthona, és, és az tényleg az látszódik, hogy, hogy a, a, az értelmiségnek egy bizonyos része, vagy a magas keret setűeknek egy bizonyos része azért demokrata, míg, míg a republikánusokra sokkal inkább a hmm. vidéki térségek szavaznak. Úgyhogy, úgyhogy ahol kialakul ez a városi közeg, ott ott megjelenik a, a demokrata szavazóbázis is. Magyarországon volt egy olyan hát volt egy elképzelésünk annak idején, hogy mondjuk, Tudtuk, hogy lakótelepek népe, uh -huh. az például baloldal lesz, és uh -huh. ez le, még régis, hogy ma MSZP-re uh -huh. fog szavazni. Tudtuk, hogy melyik lakótelepeket uh -huh. nagyon sokan, melyiken kevesebb. És az uh -huh. nagyon érdekes volt ez a folyamat is, ahol itt is volt egy ilyen egyszer csak így úgy, mint átfordult van az egész. Emlékszem, nagyon kemény és nagyon erős baloldali tömbök voltak, hát 94-ben ugye egészen érdekes volt a, a választási végeredmény, de hát itt is azért volt egy erős fordulat. Erős fordulat volt, de ez nem ment végbe ilyen, ilyen nagyon hirtelen. Szépen, ja. szépen lemorzsolódott a, a, a baloldal. Amúgy a Bódi Mátyás kollégám, akivel ketten visszük a választási földrajz Facebook oldalt, ő pont ebből írja a doktori diszertációját, úgyhogy most nem akarom lelőni de. az ő poénjait, de, de, de meg fog jelenni, és nem csak tudományos munka formájában, hanem majd ezt a köz, közszámára és képregény formájában is majd közre fogjuk adni, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és, és már most érdekes eredményeink vannak a lakótelepen. Mert hogy csak onnan indultunk el, hogy nem elég tudnunk, hogy most hogy szavaznak Igen. a területeken, hanem elképzelésünknek kellene, hogy fognak. Na de ez baromi, ne ez aztán ez tényleg az... nehéz. Igen, és, és emiatt amúgy egy csomó helyzet van az, hogy, hogy valaki akár manipulatív szándékkal meghúz egy választókerületet a korábbi választási eredményekre alapozva, aztán megváltozik a, a választói magatartásnak a térbelisége, és amúgy pont a visszájára sül el. Ezáltal én azt gondolom, hogy a tudományos diskurzus, vagy akár a közéleti diskurzusnak a részét kell, hogy képezze a gerrymanderingnek a kérdése, de ezt a helyén kell kezelni, és amikor azt hallom, akár ellenzékhez közeli, vagy akár teljesen független elemzőktől, hogy, hogy amúgy a választási rendszer, a választókerületi rendszer úgy van meggerrymanderingelve, hogy van, és ez 2010 óta folyamatosan kedvez a Fidesznek, egyszerűen nem igaz. Tehát, de nem ö... lehet egyszerűen megcsinálni, ez valami egészen elképesztő agyra lenne szükség, vagy egy szuperintelligenciára, hogy ez valóban így legyen végig. Ö, de az se, az se elég, tehát nem. hogy ez, A. ezt lehetetlen megcsinálni, mert most hát, meg lehetett volna csinálni, hogyha a választói magatartásnak a térbeliség az állandó. De gondoljunk bele, hogy 2006 és 2010 között azért történt egy bizonyos változás, a baloldal egy kicsit csökkent a meg, igen, ö, meg a. meg a jobbik így feltűnt a szintére, meg az LMP feltűnt a szintéren. a Fidesz is változtatotta azért valamicskét a, a társadalmi támogatottságen, és ráadásul, hogyha még országosan nem is látjuk ezeket a százalékos változásokat, mint például a legutóbbi három országgyűlési választáson a Fidesz, a budapesti támogatottsága az ilyen 2-3 százalékponton belül mozgott. Tehát 39-40-41 százalék 41 volt a, a kormányzó pártnak a társadalmi támogatottsága, de hogyha megnézzük azt a térképet, hogy amúgy Budapesten hogyan változott a választani magatartás, akkor elképesztő különbségeket látunk. Tehát, hogy a budai oldalon például 10-20 százalékponttal csökkent a kormányzó párt, míg mondjuk a külső kerületekben csepelem, vagy akár a különböző még most is akár szegényebbek által lakott vidékeken viszont elképesztően nőtt. Tehát lehet, hogy azt látja mondjuk tehát aki úgy a. A ki tudott radikális változás végbe menni, hogy az állandó érték van pontosan. Marad. Azt azt tehát globális, globálisan, tehát úgy úgymond globálisan, hogy Budapestet tekintve, uh -huh. úgy semmi változás nem történt, de ezért érdemes belemenni a területi adatokba, és akkor visszatérnek az Igen. eredeti kérdésedre, hogy miért érdemes a, a választási földrajzal foglalkozni, ezért, mert a legkisebb léptékekre, hogyha megyünk, Én például a, a, a szavazóköröknek a megrajzolásával töltöttem a doktori kutatásomnak egy jelentős részét. 1400 szavazókör van Budapesten, és ezt minden egyes választáson módosítják, és akkor ezeket meg, megrajzolgattam a, a térképen, és ezeket, ezeket térképeztem, mert ugye amikor bemegyünk szavazni, akkor, akkor egy szavazókörbe megyünk szavazni, de egy bizonyos behatárolt utcákról megyünk be ugye szavazni. Hogyne? Ugye ki van írva, hogy a nem tudom, Agyagos utca XY Hova, hova kell mennie a Hát ez egy földrajzosnak, egy utcalista. Hát az már a térképen jelent valamilyen hát, területet. Ezáltal én pontosan tudom, hogy azokban az utcákban, amúgy, eh, hogyan szavaztak az emberek, mert ugye a szavazóköri eredmények eh, megvannak. De visszatérve, visszakanyarodva mm. a, a választókerületi rendszerhez való. Igen, mert el a fölött a tényfölött, ez félmondotra de ez nagyon fontos, hogy a környező országokban nem, nem így van. Igen. És hogy az, az, hogy igen, erről néhány szót azért mondjunk, hogy hát akkor, akkor úristen akkor hogy van? Igen, tehát itt itt akkor hátra lépnék egy kicsit, igen, igen. és akkor a választási rendszerekről úgy általában háromfajta nagy választási rendszer van. Van a többségi, van a, az arányos, és van a, a vegyes választási rendszer. A vegyes választási rendszer van itt Magyarországon, aminek ugye az a lényeg, hogy vegyíti a másik kettőt. Igen. Tehát, tehát úgy van három, hogy amúgy lényeg, kettő van. Igen. A többségi választási rendszerben nem kerülhet be úgy honatja vagy honanya hon a, a, a törvényhozásba vagy a parlamentbe, hogy nem nyer legalább egy választást, hiszen ott csak választókerületek vannak. Csak egyéniek? Csak egyéniek Aha. vannak. Ilyen van például Franciaországban, vagy akár az Egyesült Királyságban, vagy akár az Egyesült Államokban. Van az arányos választási rendszer, ahol pártlistákra szavazunk, vagy akár jelöltekre szavazunk, de az, az egy ilyen al kategória, de beszéltünk róla, hogyha, mert, az, egy, az egy szerintem tök izgalmas választási rendszer fajta, hogy hogy ott viszont listákra, pártlistákra szavazunk, és az alapján, hogy amúgy mennyi százalékot kapott az adott párt az adott mm -hmm. területen, annyi képviselőt juttat be a, mm. a parlamentbe, tehát ott nincsenek Nincsenek választók. egyáltalán nincsenek. Ott, tehát van olyan választási rendszer, ahol egyáltalán nem indul senki egyéniben, csak a listák indulnak. Igen, Aha. igen. Van, van, ilyen, van ilyen választási rendszer, ahol van egy országos pártlista. Én ezt azért nem szeretem annyira földrajzusként, egyrészt, mert mit elemzek én választó ja. területi adat hiányában, viszont Viszont a, van, -e, van az arányos választási rendszernek egy olyan fajtája, ami a közigazgatási határokhoz, például Magyarországon, hogyha ilyet alakítanánk ki, akkor mondjuk a megyékhez rendel bizonyos számú... Jó vagy lapod, Óvatosan, óvatosan az érezze! Befóliáznak minket, ha nem figyelünk, igen? Hogy, hogy mondjuk a vármegyék lennének azok a kerületek, kvázi kerületek, amik, amikből származnak a mandátumok, de itt is arányos választási rendszer van. Tehát mondjuk képzeljünk el azt, hogy, hogy én mondjuk csongrád vármegyei, csongrád csanád, bocsánat, Igen. csongrád csanád vármegyei listákra szavazhatnék, és ott, ott is arányos rendszerből mondjuk 6 vagy hét területi mm -hmm. alapon, mm -hmm. hány lakosság arányosan, hány képviselő jut mondjuk az adott megyére, ja. de ott is arányosan kerülnek be a törvényhozásba. Általában ilyen rendszerek vannak. Szenátorok a amerikai Egyesült Államokban államonként, ugye van, aki ennyit ad, van, aki annyit, attól függően a népességtől függően. Ez, nem, ez a szenátorok... Ott... Erre hasonlítanak. Igen, hanem a... Igen. De, de ott, ott mindegy... nem lakasság mert ott ugye száz darab van, és minden államból kettő jut be. Tehát ott, ja, ott de hogy egyáltalán a... nem... Igen, oké. Okay. De az a lényeg, és az mondja, hogy Nógrád ugye nyilván kevesebb képviselőt ad, mint a... Mint igen, a mi? igen, igen, viszont ott is ugye, ugye nem az van, hogy aki megnyeri az adott megyét, akkor az elhozza az összes hat vagy hét Jöván. mandátumot, hanem hogyha mondjuk a szavazatot elhozza a Fidesz, akkor a hatból mondjuk Csongrád megyében kap három képviselőt, aki azon a listán van, és, és a maradék pedig megosztozik azon a három uh -huh, vagy, uh -huh. vagy négyen. Általában ilyen, tehát Romániában, vagy akár Észtországban, lett országban ilyen választási rendszerek vannak, Lengyelországban ilyen választási rendszerek vannak, úgyhogy ott a választókerületek meghúzásával kapcsolatban nem nagyon szokott lenni diskurzus. Mm. Ott maximum azokkal, hogy a, ezeket a mandátumokat a közigazgatási területegységek között hogyan osztják ki. Mert ugye itt is újra kell osztani a mandátumokat, hiszen a, hiszen a, a különböző közigazgatási egységek között rendkívül nagy a, a demográfiai változás. Tehát, hogy az egyik kicsit jobban növekszik, a másik kicsit jobban csökken, és ezáltal a mandátumszámokat mm. ugye változtatni kell. Egyedül Litvániában van vegyes választási rendszer még itt a posztszocialista érában, uh -huh. viszont beszélgetve Litván kollégákkal az derült ki számomra, hogy ott lényegében a választókerületeket egy amúgy a politikától így félig független kutató intézet húzza meg, és, és, és teljesen társadalmasítva. Húzzák ezt meg. Tehát, hogyha Józsi bácsi nem elégedett azzal, hogy hogy amúgy az ő földje az amúgy az egyes választókerületben van, de ő a ketteshez akar tartozni, akkor betelefonálhat ehhez a bizottsághoz, és akkor kérheti, hogy sorolják át, és ezt a bizottság pedig elbírálja, ezt a tudományos bizottság pedig elbírálja, és ők minden egyes választásra átrajzolják a választókerületeket, ahhoz, hogy ezt az aránytalanságot, amiről ugye az előbb is beszéltünk, ez a minimálisra legyen. Itt 5 ez az országos átlagtól való választókerületi Aha. eltérés nek a a, a mérték, ez a százalék, ott 5 százalék felé nem mehet a. Nálunk ez egy kicsit lazább ez. Hát nálunk 15 százalék az a határ, amikor mm. kialakítják a választókerületeket, akkor a kialakított választókerületek nem mehetnek följebb 15 nál de egy másik küszöbérték is be van építve a rendszerbe, ez a 20 százalék. Hogyha 20 százalék fölé megy egy választókerületnek az országos átlaktól való eltérése, akkor akkor módosítani szükséges. De Automatikusan, a, vagy, vagy, vagy hát határidővel, a, vagy majd egyszer, ha úgy gondoljuk módosítani. Ez úgy van benne a választójogi törvényben, hogy a parlamentnek módosítania kell a kerületi rendszert a választást megelőző év előtti évig. Tehát, Tehát harmi, december 31. Ez idén december 31, tehát azért beszélünk, nem azért, mert hamarkodtam, volna ezt a kérdést, hát hiszen 2026 még nagyon messze van. Nem, ezt idén december 31-ig lényegében módosítani. Mármint az eljes, mert ugye 25 2025 még egy teljes év lesz. Az előtt kell. Az utolsó teljes év előtt. Igen, pontosan. Pontosan, tehát idén december 31-én kell módosítani ezeket a kerületi rendszereket, hogyha 20% fölé megy a, a, az eltérés. Annyi, hogy hogy ez már 2018-ban megvolt. Tehát egy választókerület amúgy följén ment, És mint, mint 20%, nem módosította. Ah. Tehát, hmm. tehát nincsen szankció beleépítve hmm. a törvénybe. Nagyon jó, hogy le van írva, hogy módosítania kell, a választó, választá, választókerületi mm. rendszert, de hogyha nem teszi meg, akkor, no. akkor, akkor semmilyen szankció Kövér László nem oszt ki pénzbírságot a parlamentnek. még az a várjunk, tehát az még bármikor ezt hallottak uh, Viszont, viszont ugye a most már nem csak egy kerület, hanem hét kerület. Uh, az amennyi tehát hogy állunk? 106. 106-ból, hát már azért na. Hát az, az, és az ez, már komoly. És ez ráadásul uh, mind a hét uh, Pest vármegyében található, mert ugye Budapest agglomerációja elképesztően növekszik, sőt, igazándiból sajnos azt kell mondjam, hogy hogy még hogyha stagnálna is, csak stag stagnálna Pest vármegye, akkor is növekedne a relatív uh -huh. népessége, hiszen az országnak a többi része rohamosan csökken. De ott nincsenek mínusz 20-as értékek? Ott majdnem vannak mínusz 20-as értékek. Aha. Somogy megyében is tolna. Somogy vármegyében és Tolna vármegyében. Vicceltem <laughs> szeretem hogy ez a mi sem mondjuk soha, mindig megyét mondunk. Igen. Csak annyira, annyira imádom ezt a, ezt a heroikus küzdelmet azzal, hogy megint minden jobb legyen, mint régen. De hogy alapvetően Somogyra ki gondolná? Hát ott a Balaton, nem? A Somogy vármegye. Az egy tök jó hely. Azt hinném, hogy Szabolcs, meg Borsod, ahol elnéptelenedés van, és csak ez, ez. önmagában attól is függ, hogy az eredeti választókerületi rendszer hogy van kialakítva. <laughs> Tehát, tehát a Somogy és Tolna vármegyék már alapból nagyon-nagyon kicsi választókerületeket alakítottak ki. Ez nem feltétlenül a törvényhozónak volt a hibája, akkor még valóban Tolna vármegyének és Somogynak is olyan volt a népessége, hogy indokolt volt a négy, illetve három választókerületnek a kialakítása. Most viszont pont azon a határon vagyunk például Tolna esetében, ahol indokolt lenne a 3-ról a kettőre való csökkentés. Ez ugye nagyon-nagyon drasztikus lépés lenne, hiszen a 3-ról a kettőre való csökkentés azt jelenteni, hogy a jelenlegi mínusz 19 os eltérést plusz 20-ra módosítjuk. Ami nagy ugrás. Igen. Tehát ami, ami hatalmas ugrás, így így mondjuk ilyen kis kerületszámú vármegyénél, ja igen, ezt még hozzá kell tenni, hogy miért vármegyézünk itt, meg mit ja, megyézünk ja, ja. itt, hogy a választókerületek amúgy nem léphetik át a megye határokat. Ó, ez, tehát ez egy fontos szabály, ez egy, ez és egy fontos szabály. még nehezíti a választási igen. földre, szakértődik dolgát. Pontosan, hiszen hogyha, hogyha a vármegyéknek a határait át lehetne lépni, akkor sokkal egyszerűbb lenne a történet, hiszen akkor mondjuk Tolna megyéből is így ki tudnának nyúlni csápok, hogy? Hogy, hogy mondjuk az aránytalanságot csökkentendő. De itt már az, hogy kiosztjuk a kerületszámokat a megyék között, ez már meghatározza, hogy átlagosan amúgy hány százalékos eltérésű választókerületeket lehet itt kialakítani. Mivel Pest vármegyében 12 kerület van, és és amúgy ennek az átlagos eltérése 18 százalék, itt átlagosan amúgy 18-19 os eltérésű választókerületeket az lehet mit jelent, jelent, Mi a maximum akkor, a, hogyha ez a 18-as átlag, hogy jön ki? Akkor van, ahol 38 a, a, túllépés? Mert azért az nem, nem, ez a, ez a legnagyobb. Ez a legnagyobb. Ez, ez, a jelenlegi legnagyobb ja. eltérés, és ugye ezt kéne lecsökkenteni országos átlag Alá. De itt ugye dobálózunk, és itt most a hallgatók szerintem nem értik, hogy hogy akkor ez a 20 mínusz 20%, hogy az mekkora, és hogy ez, mm. az nem olyan nagy. Hát az 20% inflációból nagy, de mondjuk eltérésben mm. lehet, hogy nem olyan nagy. Ja. De hogyha de gondoljunk bele, hogy van egy plusz 20%-os eltérésű választókerületünk, meg egy mínusz 20%-os eltérésű választókerületünk, az már majdnem azt jelenti, hogy amúgy kétszeres a, a, a különbség, másfélszeres-kétszeres a, a különbség két választókerületünk kerület száma között. És a szavazata értéke között. Szavazata... Ez mindig fontos is, hogy ez emiatt kell, ezt az egészet csinálni, hogy ugyanannyit érjen mindenki szavazata. Igen, igen. Úgyhogy um... Úgyhogy, úgy, Magyarországon ez a, ez a helyzet, és erre hoztunk egy, a, a, egy a kérdés arra tolna, hogy mondtad, hogy 20% lenne a, a plusz eltérés, ha kettő körzet lenne. Ugye ez azért megengedhető, ha jól olvastam a, erre vonatkozó írást, mert hogy a trendek figyelembevételével ez 19, 18, 17, ez így fog szépen becsökkenni. Ez, ez már most a 2024-es LP Mm. választások névjegyzéki adatait megnézve, ez már most 19 alatt van. Az azt jelenti, hogy elnéptelenedik ez a környék. Igen. Ami, ami, részben ijesztő, részben pedig a másik dolog, hirtelen csak a másik véglet bevillant a fejembe, hogy a választási földre és amikor például most az önkormányzati választások után ránézett a 12. kerületre, akkor az valamit adna, az ott világított, gondolom a térképen, mert ott például történt egy ilyen óriási megdöbbentő átrendeződés. Mm. Igen, szinte, hát mert igen, mert azért gondoljunk bele, mert valaki nem is mondta, valaki nem helyesen megérzte, hogy hát felnőttek a gyerekek. De hogy önmagában csak ez nem lehet mögötte, ami viszont nagyon érdekes, egy nagyon stabil, nagyon ugye jobb oldali, de egyszer csak a, a Kovács lett a polgármester, ami ezzel százszor is gratulálok, de azért meglepett. A, abból a szempontból nem volt meglepetés hogy Hogyha valaki nézte a, a Gergőnek a, az önkormányzati munkáját, az nem volt annyira feltűnő országos szinten, de ott a helyiek rendkívüli módon érzékelték. És, és az tényleg abból a szempontból példaértékű volt, hogy egy önkormányzati politikusnak amúgy ezt kell csinálnia. Hogy, hogy a COVID-időszak, amikor kitört, uh -huh. akkor mondjuk. Megszervezni azt, hogy a, hogy, a, hogy a lakosok akkor hogyan tudjanak maszkhoz jutni, vagy hogyan tudjanak COVID-teszhez jutni, vagy akár a szegényeket hogyan tudják ellátni mindenféle olyan dologgal, ami amúgy már a gazdagoknak nem kell, és csak kidobnák. Tehát, hogy, ja, és a különböző ingatlan hogyan derítette föl, vagy feltételezett ingatlan mutyikat, mm -hmm. vagy, vagy akár a, a, a zöld területeknek a beépítését beépítésére hogyan hívta fel a figyelmet. Tehát ott önkormányzati szinten nagyon-nagyon erősen dolgozott a Kovács Gergő, és beletette azt a munkát, amit amúgy helyben érzékeltek a lakosok. Országosan ez lehet, hogy nem volt látványos, de de amúgy országosan egy csomó, nagyon-nagyon jelentős városvezetőnek a munkája sem látványos, és mégis 60-70 százalékkal választják meg, akár oldaltól függetlenül gondoljunk Székesfehérvára, vagy akár Szegedre, hogy 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 az önkormányzati munka az országosan annyira nem látványos, de, de mégis a helyi embereknek adhat egy nagyon-nagyon adhat jó táptalajt, vagy egy nagyon-nagyon jó értékelést. A a változás pedig visszakanyarodhatunk arra a térképre, amit az előbb felrajzoltam, hogy Budapestnek a választani magatartása hogyan változott, hogy pont, ebb, pont ebben a kerületben csökkent a legnagyobbat a fidesz az elmúlt nyolc. 8-10 évben. Tehát, hogy ott tényleg 20 pontot esett a Fidesz. Ugye ez volt az a szavazóbázis, amit lényegében elsőként vett át az MDF-től még 98-ban. Tehát, tehát, hogyha megnéztük a 90-es, -94 94-es választási térképet, akkor ott a budai villanegyedben az MDF rendkívül Igen. erős volt. És, és ők szavaztak át elsőként 98-2002-ben a Fideszre. Na, őket veszti el most a Fidesz-KDNP a 2015 óta meglévő ö, populista ö, retorikájával. Miközben egyébként a legelvisehetőbb, a legember arcú, ez a legrosszabb kifejezés a pokorra, de tök mindegy. De a legkonszolidáltabb hát de nem volt. Há, hát ez egy nagyon érdekes Tehát kérdés. A, a Kovács Gergő ugye azt is nyilatkozta, hogy hogy csalódott, hogy nem a, a pokorni indul, mert, mert sokkal nagyobb kihívás és harc lett volna, hogyha Hogyha vele mérettetik meg, és sajnálja is. Szerintem is sokkal kevesebb kérdésünk lett volna a 12. kerületben. Érdekes és lett volna. visszatérve igen, az önkormányzati igen, igen. választásra, ott is például érdekes volt az, hogy ott is vannak választókerületi határajzolások, uh -huh. és ott nem is olyan ritkán, mint mondjuk akár az országgyűlésinél, hogyha valaki figyelte a munkánkat, akkor akkor november, december, január környékén mi rengeteg olyan ö, cikket írtunk ö, és, és ügyben vettünk részt, ahol ö, ahol megtámadtuk egyes városoknak a választókerületi rendszerét, hiszen ugye 10.000 fő fölötti településeken az önkormányzati képviselőknek a kétharmadát ugyanilyen, vagyis hát ehhez hasonló választókerületekből választják meg, mint akár az országgyűlési választókerületek. Csak ugye ezek sokkal kisebb, akár ilyen 6-7 ezer főt számláló választókerületek. És, és ott is megvan ez a szabály, ez a 15-20%-os szabály, és hogyha ezt valaki nem teljesíti, akkor nincsen automatizmus. E, és, és itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy nincsen arra automatizmus beépítve a magyar e, e, jogrendszerbe, hogyha, hogyha valami e, nem szabályszerű, vagy nem jogrendszer szerű, akkor, akkor arra valami szankció, vagy a hivatal felhívja a figyelmet, vagy bármi. Hogyha az önkormányzati az önkormányzati választási rendszer az úgy alakítódik ki, hogy a, hogy a, a helyben lévő a települési jegyző, az meghúzza ezeket a választókerületeket, és kifüggesztés. Van két hetünk uh -huh. arra, hogy megtámadjuk. Hogyha ez nem szabályos. Szűknek tűnik a határ. És szűknek idő. tűnik, hogyha de hogyha nem szabályos, és két hét alatt senki nem adja be, senki nem akkor támadja az törvényesé meg, meg törvényesé akkor az törvényessé válik. Miközben és nem az, törvényes? Miközben nem törvényes. Ah, pontosan. Izgalmas terület. Pontosan, úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból Magyarországon nem nagyon van arra gyakorlat. Hogy ezeket a választókerületeket hogyan alakítjuk ki. Nem nagyon van arra gyakorlat, hogyha nem törvényes vagy nem szabályos, akkor ezeket hogyan módosítsák, vagy a, vagy a választópolgárok amúgy ebbe a, ebbe a rajzolásba hogyan szólhatnak bele. Ez az Egyesült Királyságban, vagy akár az Egyesült Államokban, vagy akár Kanadában azért, azért sokkal inkább le van szabályozva. Ez a munkásság azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen a hatalmon lévők kedvence a választási földrajz társaság. Hisz ugye itt azért valahol mindig nekik, nekik kellemetlen dolog, hisz nagyon ritka hogy valaki ellenzékből a maga a javára tudja fordítani ezeket a kerületeket, területeket. Hát az abból, abból a szempontból, mivel a hatalmon lévők húzzák meg ezeket ja, a igen, azt mondom, hogy így, 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 nehezen. így igen. És így automatikusan a választási földrajzra fogják fogni, hogyha valamit vissza kell lépniük, hogy meg változtatni, vagy lebuknak, nem barátokat szeret, így az ember. Nem, viszont viszont ahogy az elején is mondtam, a, hogyha a hatalmon lévők látják azt, hogy amúgy a saját legitimitásukat e, e, szilárdítják meg azzal, hogy hogyha amúgy egy a társadalom számára is jó e, választókerületi rendszert e, hoznak meg, akkor. E, akkor e, akkor ez ez lehet egy jó dolog. Nem fogok település nevet mondani, de amikor ezt a felhívást megtettük, ugye a Társasága Szabadságjogokkal mm. működtünk együtt, mert a bírósági beadványt én, mint nem jogász, nem tudom beadni, a TASZ viszont nem tud térképet rajzolni. Úgyhogy mm. ilyen szempontból egy egy tök jó együttműködést tudtunk le a, a tasszal, de hogy amikor ezt a felhívást megtettük, elküldtük az összes települési jegyzőnek is ezt a felhívást, hogy mit érdemes figyelembe venni, amikor választókerületeket alakítunk ki. És volt olyan település, ami a, akinek a jegyzője jelentkezett, mondta, hogy srácok, én erre gondoltam, mit szóltok ehhez, vagy, vagy hol módosítsam, oh. vagy, vagy, amúgy ezt földrajzilag amúgy, Tehát amúgy egy hogy néz ki. Jó. normálisan állt a dologhoz, és őt is érdekelt, hogy hogy lehet jól megoldani. Igen, és, oh. és számos eset volt, amikor mondtuk azt, hogy hát ezt ne így, ezt amúgy egy kicsit, uh -huh. ezt, ja, de volt olyan is, hogy, hogy egy teljesen jó um, választókerületi rendszer volt, és akkor csak azt mondtuk, hogy ó, hát ez teljesen jó, és, és maradjon így, de volt olyan, ahol, ahol, ahol beszélgettünk a jegyzővel, és akkor módosította a mi javaslataink alapján a, a kerületi rendszert, úgyhogy, um, úgyhogy vannak, erre, vannak erre azért jó példák, és nem mindenki politikálani, mert ebből a szempontból. Persze, persze, csak kiégett színikus állat vagyok, és nekik másképp látom. Hetes percünk maradt az egy órából, mert röklő az idő, úgyhogy kanyarodjunk már arra, hogy a, a pozitív megoldás, és az egész, amit olvasok, az végül is az, hogy milyen, milyen egész jó, tökéletesen nem lehet, azt nem. említetted, de elég jóra meg lehet csinálni ezt a, ezt a területi felosztást. Igen, elég jóra meg lehet csinálni a, a következő uh, három választásra, mert ugye a javaslatunkban az is benne van, hogy hogy mi a törvény szövegébe beleépítenénk azt, hogy ezt um, három választásonként felül kellene vizsgálni teljes egészében, mert hogy tényleg olyan szinten um, módosul a, a demográfia, választásról választásra, hogy ez, hogy ez, tényleg optimálisan meg lehet oldani a következő három választásra, és, és, most jelenleg egy ilyet raktunk le az asztalra, ami figyelembe veszi azt, hogy mondjuk Pest megye az nagy valószínűséggel a következő időszakban is nőni fog. Az asztalra, ez melyik asztal volt? Csak arra, a van a kérdésem, hogy létezik-e valós párbeszéd a hatalom is a, a választási földrajz között? Vagy van -e olyan csápja a hatalomnak, ami szó áll vele? Próbálkozunk, ah, jaj, értem, azért, próbálkozunk, mi most minden egyes fórumon megpróbálunk párbeszédet folytatni. Bármelyik politikai szereplővel, tehát ez ebből a szempontból is egy, uh -huh. egy felhívás bárkinek. Ezt uh, mi azért is vártunk, mert ez, ez a javaslatcsomag úgy már egy éve készen van az én a fiókomban. Mi azért vártunk erre, mert mert minden egyes fórumon szeretnénk ezt kommunikálni. Ennek, az alap, ennek a telexiknek az alapját képező tanulmány az a Központi Statisztikai Hivatal területi statisztika tudományos folyóiratában uh -huh. jelent meg, tehát egy tudományos cikk is készült ebből. Amit mondjuk el lehet olvasni, hogyha, hogyha valaki nagyon bele akar menni a részletekbe, akár törvényhozóként, vagy akár bármilyen szempontból. Hogyha meg valaki csak informálódni szeretne, uh -huh. neki szerintem egy érthető formában fogalmaztuk meg a, a, a telegszikben, és hát próbáljuk ezt minél, minél inkább kommunikálni, hiszen nem kell, nem feltétlenül, ezt írtuk is, hogy nem feltétlenül kell a mi rendszerünket ö, ö, rögtön adaptálni, uh -huh. hanem induljon el egy, egy diskurzus arról, hogy amúgy milyen választási rendszert, vagy milyen választókerületi rendszert akarunk, és legalább a, törvény törvényszövegét tartsuk be. Mert, mert hogyha hogyha most hirtelen azt mondanák, hogy, hogy, hogy amúgy dolgozzunk ki egy, egy sokkal jobb teljes választási rendszert, akkor nem csak a választókerületeket módosítottuk volna, hogy de, nem. de a jelenlegi javaslatunk az a jelenlegi válasz, választási rendszer anomáliáit a jelenlegi törvényszövege alapján <hül> kívánja megoldani, úgy, hogy ez akár hosszú távon fenntartható legyen. Most mindjárt ki fog derülni, hogy valóban van-e nem, van -e, van -e nem politika a az elitben. Hisz az, aki szóba áll, ha a választási fordulás, és, és arról kiderül, hogy nem az, amennyiben viszont senki nem állna szóba vele, kénytelenek vagyunk az én pessimistább áll álláspontomat támogatni. Nem akarok előre semmit mondani, csak a gyermekvédelmi törvénysztoriát ismerem a szakértői vélemények és a, a, gyermekvédelmi koalíció munkásságát és az ezzel kapcsolatos beadványokat, illetve azok megjelenését a gyermekvédelmi, meg nem jelenését a gyermekvédelmi törvényben. Ez alapján vannak kétségeim, de még mindig nyitválok az előtt, a dolog előtt, hisz ugye ismerjük a pálfordulás jelentőségét, illetve jelenségét, úgyhogy minden megtörténhet, de hogy ö, ö, Kovácsik Tamással beszélgetve, a választási szakértővel beszélgetve, azért ö, hát igen, tehát nem, nem lettem sokkal optimistább, már csak azért is, mert hogyha ugye ez a tény, azért ez egy nyilvános tény, valószínűleg a politikusok tisztában vannak benne, hogy bizonyít ezek, a, hogy nem hoztak meg bizonyos intézkedések, ezek sérték a törvényt. És akkor elkezdték volna maguktól megoldani, hogyha egy nagyon pici kis affinitásuk lenne a felé, hogy ez valamivel igazságosabb legyen. Attól félek, hogy minden esetre határeset. Most a Facebook oldalán vagyunk egyébként a Választási földreznek, de ezek a tanulmányok, vagy írások, vagy, vagy akár ennek, ennek olvashatóbb ilyen ismeretterjesztő formulája, ezek hol, hol találhatók meg? Itt a Facebookon keresik, akik keresik? Alapvetően mi november óta a telex.hu-ra gyártjuk a, a tartalmainkat, ott van egy rovatunk, ami hasonló névvel ah. van ellátva, tehát a telex.hu-nak a választási földrajz rovatát érdemes keresni. Ott hogyha... megjelentek a hosszabb anyagok, és ott, vannak, ott, ott követhető az egész dolog. Igen, igen, igen. Tehát ott, ott vannak a szép térképek, és, és, és ott írjuk le ezeket, a, ezeket az elemzéseinket. Nem csak ez erről az országgyűlési választókerületről, hogyha az ember egy kicsit visszapörget, akkor az önkormányzati választókerületekről, hogyan lett mondjuk Budapest 5. kerületének és sokkal arányosabb és igazságosabb választási rendszere, vagy, vagy akár a 16. kerületnek. Úgyhogy, úgy Ez hogy... kerületenként is változik, ugye nyilván hisz, ugye a kerületeket is vezetheti ez az amaz, és akkor ezek, ezek azért működnek. Igen, valahogy. tehát ugye a budapesti kerületek településként uh -huh. működnek lényegében, és a kerületeken belül kellett kialakítani. Mert a kerület választat... határt sem szabad átlépni ugyanúgy annak fényében, mint ahogy a megye határokat. Igen, nem vagyis, igen, no. igen. Úgyhogy, úgyhogy bárki, bárki, aki a választásról egy kicsit térbeli formában is szeretne hallani, nagyon szívesen. Vagy nagyon... Igen, ö, Aján, ajánlhatjuk de... neki ezt a, ezt a terekszes aludat, illetve hát ez egy nagyon egyszerű módja lesz meggyőződni arról, hogy, hogy oké okay -e a dolog, vagy nem, hisz ugye ezt, ezt december 31-ig meg kell történnie. Igen. Hát amennyiben megtörténik, akkor mondhatjuk, hogy valami. Aztán, hogy, már hogy történik, meg az megint egy másik kérdés. Igen, viszont azért is tettük le ezt a javaslatcsomagot, hogy tudjuk mivel összehasonlítani. Tehát nincsenek abból a szempontból hát olyan hmm. gondolataink, hogy ezt rögtön megkeres minket egy kormányzati szereplés, azt mondja, hogy gyerekek ezt így elfogadjuk. Viszont legalább mi is leraktunk egy javaslatcsomagot az asztalra, és Végül, ami kijön majd az egészből, hogyha kijön egy módosítás, Ilyen. bár azért azt rebesgetik, hogy hogy, hogy hogy ezt módosítani fogják, akkor, akkor össze tudjuk hasonlítani. Kovácsik Tamás, ez pedig a reggeli gyors volt.